Bemutatom nektek a klarinétot, szintén egy fafúvós hangszer, ugyanabból a fából készül, mint a tárogató, viszont látható, hogy egy keskenyebb, vékonyabb felépítésű hangszere miatt más hangja van, és nagyon mély és nagyon magas hangok is vannak rajta, ezt meg is mutatom. Bemutatom nektek a szaxofont, ami szintén egy fafúvós hangszer. Ez meglepő lehet, mert mint látjátok, nem fából, hanem részből készült hangszer, de mégis fafúvós, és elárulom, hogy miért. Ezeket a fafúvós hangszereket, amiken most játszottam, mind úgy hívják, hogy nádnyelves fafúvós hangszer, és egy ilyen nád segítségével szólaltatjuk meg őket, mit fel kell rakni, és ez rezeg, ennek a rezgését erősíti fel a hangszertest. Úgyhogy ez is egy fafúvós hangszer, főleg a jazzben elterjedt, de mi is használjuk. Most pedig egy bukovinai játékot fogunk megtanulni. Először elénekeljük a zenekarral, aztán megtanuljuk a szövegét. Megtanuljuk a szövegét, először az első sort. Nékemes volt egy szeretőm, de az olyan volt. Reggel felült a kuptorra, este esott volt. Először is tisztázzuk, mi az, hogy kuptor. A kuptor az a kemencének a patkája,
amire rá lehet ülni, mert biztos láttatok ilyen nagy búbos kemencét, és annak van egy széle, egy ilyen ülő része, ez a patkája, ez volt a kuptor. Na nézzük most, még egyszer éneklem én, aztán ti jöttök. Nékemes volt egy szeretőm, de az olyan volt. Reggel felült a kuptorra, este esott volt. Most jöttök ti. Nékemes volt egy szeretőm, de az olyan volt. Reggel felült a kuptorra, este esott volt. És van egy másik része, majd aztán mozogni is fogunk rá. Hadd a rózsám a kezed, serüljünk egyet, aztán menjünk ki a kertbe, ott szedjünk meggyet. Most ti. Hadd a rózsám a kezed, serüljünk egyet, aztán menjünk ki a kertbe, ott szedjünk meggyet. Azt is tisztázzuk, mi az, hogy serüljünk. A serülés az azt jelenti, hogy forogjunk egyet, majd mi is forogni fogunk ennél a résznél. Na most csináljuk azt, hogy annál szónál, hogy volt, annál tapsolunk egyet, méghozzá így csúsztatva, úgy hívjuk, hogy cintányíros tapsolással. Így tapsolunk egyet, ti is majd próbáljátok meg, jó? Nékemes volt egy szeretőm, de az olyan volt. Reggel felült a kuptorra, este esott volt. És most jön a forgás. Hadd a rózsám a kezed, serüljünk egyet, aztán menjünk ki a kertbe, ott szedjünk meggyet. Hadd a rózsám a kezed, serüljünk egyet, aztán menjünk ki a kertbe, ott szedjünk meggyet. Lehet csak egy irányba, lehet irányt váltani, lehet többször is irányt váltani, hogyha nagyon szédültök. Jó, most én egyszer váltottam irányt, de nektek tetszőlegesen ki, ahogy szeretné. Na most még egyszer elénekeljük zenekarral együtt, jó, és ott már játszom is, és ti is próbáltok meg így játékosan a zenekarral. Nékemes volt egy szeretőm, de az olyan volt, reggel felült a kuptorra, este esott volt. Nékemes volt egy szeretőm, de az olyan volt, reggel felült a kuptorra, este esott volt. Köszönjük szépen, nagyon ügyesek vagytok. Sziasztok! Na, hát akkor egy nagyon jó kis daltanulás után szeretném bemutatni nektek ezt a hangszert is. Láthattátok ezt az előző daltanulás alatt is, és ha megfigyeltétek, ezzel a hangszerrel az előbb én a szaxofonost kísértem, és ha el szeretném nektek árulni, hogy ezzel a hangszerrel én egyedül egy egész zenekarként is tudok zenélni. Megmutatom nektek külön is a dolgokat. Ez az oldal, ez ahol a dallamot játszom, ha jól megnézitek, ez igazából olyan, mint egy zongora, csak el van fektetve és rám van kötve. És a másik oldalán vannak ezek a gombok, ezek jó, mély hangokat tudnak kiadni. Mutatok egy párat ebből. Vagy akkor mutatok itt egyet. Na, és akkor, hogyha még emlékeztek az előző dalra, akkor próbáljátok meg velem elénekelni ezt. Én leszek a zenekar, és ti lesztek az énekesek. Kezdhetjük.
Kedves gyerekek, egy nagy játszásra hívlak benneteket. Ugye szerettek játszani, tudom, hogy szerettek. Gyertek velem, játszunk egy jót. Nagyon borús, esős tavaszunk volt. Hívjuk a napocskát, hogy süssön nekünk, legyen jó meleg. Tegyük fel a kezünket az ég fele, és nézzünk föl. Süss fel nap, fényes nap, kertek alatt aludaim megfagynak. Na még egyszer. Süss fel nap, fényes nap, kertek alatt aludaim megfagynak. Na és egy esős eset is, hogyha már ilyen sok eső esett. Esik az eső, hajlik a vessző, haragszik a katona, mert megázik a lova. Ne haragudj, katona, majd kisüt a napocska, megszárad a lovacska. Csip, csepp, cseppereg, villám csattan, megered, zápor függöny zuhatag, futt a felhő, süt a nap, jött, ment, jót esett, fűnek, fának jól esett. És hogyha ilyen sokat süt most már a nap, és esett az eső, akkor lehet növényeket ültetni ilyenkor tavasszal. Na, milyen növény szeretnétek, hogy mit ültessünk? Mondanám, hogy ültessünk tulipán, de a tulipánok már virágoznak, ugye azt már korábban kellett volna már az ősszel elültetni. Ültessünk inkább epret, azt mindenki szereti. Gyertek! Én kis kertet kertettem, sok-sok epret ültettem. Szél, szél, fújdogálja, eső, eső, veregeti, zsupsz. Ez az, na még mit ültessünk? Ültessünk fákat, mert arra is nagyon nagy szükség van, hogy aztán később teremjenek gyümölcsöt, ugye? Milyen gyümölcsfát ültessünk? Ültessünk mondjuk almafát, vagy körtefát, ki amilyet szeret, olyat ültessen, gyertek! Én kis kertet kertettem, sok körtefát ültettem, szél, szél, fújdogálja, eső, eső, veregeti, zsupsz. Na és még egy virágot ültessünk azért, nem sokára anyák napja, és az anyáknak legyen, az anyukátoknak virágja, gyertek! Mondjuk ültessünk rózsát, gyertek! Én kis kertet kertettem, sok-sok rózsát ültettem, szél, szél, fújdogálja, eső, eső, veregeti, zsupsz. És képzeljétek el, ezen a virágon repül egy katicabogár. Tegyük fel a kezünket, és itt mászassuk a kezünkön azt a katicabogarat. Katicabogárka, merre viszel férjhez? Pest felé, Pécs felé, Sánta Ilon háza felé. Fújjuk el! És el is repült a katica, ugye? És a virágokon még mi szoktak repülni? A pillangók, ugye? Gyertek! Pille, pille, szájjel, zöld leveles ágra, domboldalára, tarka kis virágra, ihol jönnek a gyerekek, Laci Ferisára. És elrepülnek a pillangók a végén. És ugye milyen állatok jöttek meg, nemrég visszaszálltak hozzánk? A gólyák. Nekik is énekeljünk, gyertek! Gólya, gólya, gilice, mitől véres a lábad? Török gyereke vágta, magyar gyerek gyógyítja, sippal, dobbal, nádi hegedűvel. És még egyfajta madár megjött, nem csak a gólya, hanem a fecskék is megjöttek, a fecskéknek is énekeljünk. Fecskét látok, szeplőt hányok, sejmet gombolítok, és gombolítsuk is, gyertek a sejmet. Fecskét látok, szeplőt hányok, sejmet gombolítok. Ez az.
ügyesek vagytok. Na és énekeljünk még, üljünk le most már teljesen, énekeljünk még a békákról, jó? Gyertek! Mit varsz papucsot, papucsot, kinek, nek, 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 uraknak, nak, 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 mit varsz papucsot, papucsot, kinek, nek, 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 uraknak, nak, 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 ez az ügyesek vagytok, és még énekeljünk a cicákról. Cirmos cica haj, hová lett a vaj? Ott látom a bajuszodon, most lesz neked jaj. Ha én cica volnék, 100 egeret fognék, de én cica nem vagyok, egeret sem foghatok. Ez az ügyesek vagytok. Na és még egy jó nagy állatról énekeljünk. Énekeljünk a medvéről is. Búj, búj, medve, gyere ki a gyepre, ha kijöttél, légy csendesen, hogy a vadász meg ne lessen. Búj, búj, medve, gyere ki a gyepre. Na, énekeljük el úgy, hogy egyet tapsolunk a kezünkkel, egyet a lábunkra. Búj, búj, medve, gyere ki a gyepre, ha kijöttél, légy csendesen, hogy a vadász meg ne lessen. Búj, búj, medve, gyere ki a gyepre. Ügyesek vagytok. Na tudjátok mit, még süssünk egyet, jó? De ahhoz, hogy sütni tudjunk, először meg kell darálnunk a búzát, ugye? És ahhoz azt az éneket énekeljük el, hogy jár a malom, Kitti Katti, a sok búzát megőröli, éjjel-nappal csak azt mondja, Kitti Katti, Kitti Katti, Kitti Katti, Kitti Katti, Katt. Jó, másik kezünkkel is gyertek. Jár a malom, Kitti Katti, a sok búzát megőröli, éjjel-nappal csak azt mondja, Kitti Katti, Kitti Katti, Kitti Katti, Kitti Katti, Katt. Ügyesek vagytok, ha megőröltük a búzát a malomba, akkor megsütjük a kenyeret, ugye? Süssünk, süssünk valamit, azt is megmondom, hogy mit. Lisztből legyen kerekes, töltelékes, jó édes, sodorva, tekerve, túróval bélelve, csiga-biga rétes, kerekes és édes. Gyertek, meg is keverjük. Süssünk, süssünk valamit, azt is megmondom, hogy mit. Lisztből legyen kerekes, töltelékes, jó édes, sodorva, tekerve, túróval bélelve, csiga-biga rétes, kerekes és édes. Ki szereti a mákos kalácsot? Akkor süssünk egy kis mákos kalácsot, gyertek! Töröm, töröm a mákot, sütök neked kalácsot, icca, tolla, motolla, neked adom, Panna, vagy Sárika, vagy Luca, kinek adjam? Mindenki kér? Nagyon jó. Akkor most tudjátok, mint most süssünk egy kis ropogós perecet, most mindenki a sajátját süti meg, gyertek! Gyerekek, gyerekek, szeretik a perecet, sósat, sósat, jó ropogósat. Aki vesz, annak lesz, aki nem vesz, éhes lesz. Mindenki a sajátját tegye meg, nagyon finom volt. Most már, hogy ilyen sokat ültünk, egy kicsit fölállunk, és elmegyünk katonának, gyertek, megyünk körbe. Mindenki mozgassa a kezét maga előtt, aki nem lép egyszerre, nem kap rétes testére. Pedig a rétes nagyon jó, katonának az való. Nem megyünk mi messzire, csak a falu végére. Ott se leszünk sokáig, csak 12 óráig. Bal jobb, bal jobb, mennek a majmok, Budapesten megállnak, csokoládét kajálnak. Poros úton kocsi zörög, a kereke gyorsan pörög. Sári néni vezeti, aki látja, neveti. Lassan, lassan,
egész úriassan, gyorsan, gyorsan, egész parasztósan, lassan, lassan, egész úriassan, gyorsan, gyorsan, egész parasztósan, lassan, lassan, abba is hagyjuk ezt a játszást, remélem, hogy nagyon élveztétek, és azt is remélem, hogy elfáradtatok, mert én nagyon. Úgyhogy minden jót kívánok mindenkinek, remélem hamarosan személyesen is találkozunk. Sziasztok!